erős hét áll előttünk. Az egész nyugati világ története szempontjából erős hét. Ugye egy héttel ezelőtt a keleti világnak volt egy csúcs volt egy világ találkozó, azt hiszem kazanyban. Most már azt kell mondanunk, hogy ezek az országok a világ gazdasági teljesítményének nagyobb részét adják, mint a nyugati világgazdaság. Tehát megvoltak a keletiek, és eldöntötték, hogy mit csinálnak. És jövő héten Magyarországon összejönnek a nyugatiak tehát Budapesten jövő héten lesz egy nyugati világcsúcs találkozó. 41 néhány európai vezetőt fogunk fogadni, Egész más erőviszonyok lesznek az év végére, mint amiben állunk itt az év elején, tehát az évértékelőből. Az amerikai választás után békepárti többség lesz szerintem. És ma a genderügyben is, a hagyományos család szétrombolása és ezeknek az új együttési formáknak a propagálása szempontjából is ma egy genderpárti világban a nyugati ez meg fog változni jövő hét kettől, és a patrióták és Donald Trump Amerikában együtt egy hagyományos családvédő politikát fognak folytatni. Tehát nagy változás előtt áll a nyugati világ, tehát ha az történik, amire számítunk, és Amerika békepárti lesz, akkor Európa nem maradhat háborúpárti.